éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. És mehet. Szép volt. A lábam velem száll a gázló, csendesség ámol, mindenki ezzel vár. Többször nyert, talán több szerencséje volt, de nagy csaták voltak. Aki megszerezte a Supertas bajnoki címét immáron 8. alkalommal pályafutása során, azt pedig nem más, mint neki kitalálja, mondhatnátok is kórusban akár. Szépen állunk. Hassányi Zoltán! Akkor vegyük egy picit elő ezt 2013-as szezont. 2012 végén már érezhető volt, hogy Tomi közel van. Én próbáltam egy picit húzogatni a bajszatokat az első nyírádi teszten, hogy lesz-e Károly versus Harsányi csata az idei évben, és ti mondtátok, hogy nem szerényen. Azért nem volt olyan könnyű ez az idei év. Tehát azért kezdjük akkor az első versenyről, a szezonnyitó Mária Pócsi futamnál, ahol hó, eső, szél, sár, por, minden volt. Igen, az első verseny az érdekes volt, elkezdett havazni, mikor a verseny napja volt, az érdekes volt, és előző napi víz után pedig hát egy porréteg volt a pályán konkrétan. Én nagyon tetszett végül, hogy utolra nézem videókat, mert úgy mentünk, mint a drift autó, konkrétan csúsztunk keresztbe hosszába. Ami az én kocsimnak előnye, az aszfalt, az övének a murva, és itt a pálya miatt, és a talaj miatt kivették hátulról a nagyon gödös murvát, ami az ő kocsinjának kedvelt. Ezért nekem könnyebb dolgom volt, hogy megnyerjem azt a versenyt a full aszfalt pályán, mondjuk úgy. Mária Pócson azért azt tudható, hogy ott a rajt, az első kanyar szinte mindent eldönt. Mert onnantól kell, hát igen, nincs jokerkör, igen. Tehát ha nem hibázol nagyot azért. De azért bele lehet kergetni a másikat, vagy magadat is, hogyha üldöznek végig, azért el tudja rontani az ember, ugye. Elég nagy tempő kanyarok vannak, elég sok bejárattal, tehát a célkanyarról ne is beszélj, tehát ott konkrétan el lehet kezdeni három helyről. Most, hogyha valaki ott azért egy kicsit úgy elveszi a féktávot és mellédél azért, szóval nem egyszerű ott se nyerni. Akkor második futam Nyírád. Nyíráton tavaly volt egy érdekes szituáció, ott Tomival, amikor az ugratón egymás mellett mentetek, és ott... Hát talán egy nagyon picit, ha össze, de nem tudom, a levegőből ugye nem tudja irányítani az ember. Igen, lehet, hogy... De nem tudom egyébként, hogy miért pördült meg. Talán az, hogy én váratlanul estem be mellé, talán az volt a fura, meg hogy tényleg azt hitte, hogy összeérünk, és az ugratón talán szerintem egy picit keresztbe ugratott el, és amikor leír a keresztbe ugrató autó, az eléggé furán kezd el működni. Tehát ez... Kivéve egy erős autót, mert azért ott láttuk, hogy ők úgy igen, tudják venni. Igen, de azért ők is kormányoznak olyankor, azért látszik, hogy akkor életre halálra megy a kormányzás. Ugye ez a kettőnek az összegség, ez a hirtelen, meg véletlen, meg izé, ez úgy... Én igazándiból eljövök, kimentem volna a Joker körre. Talán az a legegyszerűbb, ilyenkor én is csináltam melyet, hogy az ugratót nem tudtam összeszedni, és akkor inkább kimentem a Joker körre, hogy ne kelljen már megpróbálni még ott lefelé 150-be fordulni balra, mert az azért nem olyan egyszerű. Mennyi rutin kellett ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy mikor kell az a Joker kör? Vagy van egy sabdol, hogyha az elején mész, akkor a végén mész ki, ha végén mész, akkor meg az elején mész ki Jokerre? Igen, nagyjából van egy sablon nálam. Tehát ha az elején megyek, akkor utolsó. Már ha nem számolom el, de ezt egy párszor el szoktam számolni az ember a drukba, meg nem mindig nézel fel a körszámra, és akkor van, amikor a harmadikban megyek ki a negyedik helyet, de elvileg, ha elején mész, akkor az utolsó körbe érdemes. Ha kivéve, hogyha olyan előző meg rajtnál, aki amúgy gyorsabb, de hogyha az elején azt le tudod és vissza tudsz jönni, akkor fel tudod tartani. Tehát ezek úgy sablonok, hogy a többi ember, akikkel mész, azokhoz képest kell ezt kitalálnod. Vagy ha lerajtol olyan, aki tudod, hogy meg tudod verni, akkor is nem biztos, hogy az első körbe kimert a Jokerrel, mert ha a többi versenyzőtársad olyan, aki lassú, és beérsz mögéjük, akkor meg ők tartanak föl. Tehát ez mindig akikkel megyek, úgy döntöm el előre nagyjából, hogy mi lesz a sorrend, és a rajtnál, ami kiderül, hogy ezt látom tükörből, meg kimegy előttem, ki mögöttem, és akkor így rakom össze.
Akkor harmadik verseny. Mit éreztél annál a rajtnál, amikor szétment a ménes Máriapócson? Ugye megint hát, belülről indultál volna, ugye ott a szokásos, hogy igen, megint kanyarokon mentem. Elsőre. Igen, hát megint pole pozícióból mentem. Hát fura volt. Tehát. Megugrott egy kicsit, elgyengült, és följött egy ilyen pamacsa motor, tehát hát mondom, ez itt. Pont az EB előtt. Nem is gond, igen. Egyből az zajlott le, mondom, az EB előtt. Van rá három napunk, ugye hétfőn volt ez, és pénteken EB. Viszont a csapatnak annyira jót tett, hogy az EB-re kell készülni, hogy három nap alatt sikerült egy 547 lóerős motort csinálni. Tehát, úgyhogy ez a másik motor komplet kuka lett. Tehát az egyszerep úgy lerendezett mindent, hogy ott mindent tönkrementek, majd még a hajdani tengelyek is. És hát meg, már mikor ott kiálltam és mentek a többiek, tudtam, hogy ez nagyon nagy hátrány nekem. Hogy most egy idezőben első-második hely helyett egy ötödik, vagy egy hatodik hely. Ezt tudtam, hogy onnantól megint utána kapaszkodhatok az évbe, tehát ezt tudtam egy ilyen hiba után. Volt egy ilyen hasonló év, amikor még az éjszakai verseny volt, és első helyről kaptam egy defektet. Hát, attól is teljesen hosszú volt a szelep, vagy mi volt a probléma? Igen. Kicserélték, az elvére rakadtuk fel a gumit, és kicserélték hosszú, és a homokba, ahogy mélybe ment a kerék, leszakította a szelep, a gumiszelepet. Mert mindig a legrövidebb ilyen gokárt szelepet rakunk bele, ami csak egy centis. Ugye a két kerék összeér, vagy a föld ne tudja leszakítani. És ezzel meg volt egy ilyen három centis. Ez komoly, azt hittem, hogy utána itt. Hát igen, akkor ahogy beszéltük rá egy hétre, következő hétvége pedig Rallycross EB. Kicsit más ez az EB, mint amilyen az előzőek voltak, nem? Tehát egy picit olyan, mintha savanyú lenne a számvízed. Nem azért, mert... Igen, kicsit túl pörgik ezt a médiát, meg egy-két ember kiválasztott, meg mindent lehet. Plusz elvitték a... sok annyirát elvittek. Plusz elvitték a kedvüket az embereknek, tehát nekem ez nagyon nem... Ez egy igazi olyan Európa bajnokság volt, hogy bárki oda mert nagyon sok indulóval. Tehát a tizenpár kocsi jön, szerintem ez kevés erre a dologra. Hát meg igazándiból a Supercarson kívül az összes kategóriát megdöglesztették, igazándiból leírják. Nagyon nagy díjakkal, igen. Krem. Igen. És tehát ahogy ott a Jokerről visszajövett például a Höller és a Tomi közé, azt mondom, hogy a kezemet se tettem volna be. És hát ugye te is ott a két kerekezéstől... Szépen kezdtem, igen, hát majdnem átborultam. Az már az előjele volt, hogy utána felborultam Csehországba, szerintem már kísértettem nagyon az dolgokat. De az is egy komoly verseny volt, tehát... Igen, az a Grainbacon nagyon. Nem is gondoltam egyébként. Na mostában ott a Ramler, ugye nem tavaly jött az EB-n, ami hatodik vagy nyolcadik lett még a régi felállású EB-n. Én nem is gondoltam arra, hogy meg tudom, tehát ilyen simán verni, úgymond. De a hozzáállását sem értettem, mert ugye a döntőben ott jött mögöttem. Nem volt túl nagy előnyöm, és én mindig néztem, mikor még a Joker, és velem jött ki a Joker, tehát ő konkrétan meg se próbált engem megelőzni. Nem is értettem ezt, hogy miért egyszerre jön ki velem. Ő eldöntötte neki a második helyet, tehát ez ilyen, amiről visszatérek, hogy így gondolta, hogy úgyse tud gyorsabban menni, és követett végig. Ezek után jött a két kakucs, ahol hát az idei év egyik kakuk tojása volt, ugye az a híres első kakucsi rajt, ahol ismét mondhatom azt, hogy konfliktus keveredett közöttetek, és mindenki feszülten várta, ugye nagy szünet volt a két verseny között. Ja, mire lesz a hangulat közöttetek, tehát... Igazán, de olyan kakucsi ütközéset, ahol visszanéztük ezer szögből, ezer kamerából, a Ramler belsejel kértünk HD-ba, és igazán, de az én kocsim már jóval előrébb van, tehát én még hagytam is helyet, tehát nem levágtam a kanyarat. Uh-huh. Én nem értettem egyébként. Szerintem, hogyha Tomi bejön mögém, és a következőre látta, hogy sokkal, tehát másodpercekben lassabban voltam a hátsó gödrök miatt. Úgyhogy, hát hogy nem volt helyen, félt, hogy a többiek megelőzik. Hát ez egy ilyen versenybaleset volt, igazándiból. Én lerepültem a pályára, én azt az első gumit ki is hagytam, mert nem tudtam befordulni. De aztán megbékéltünk. Beszéltünk ott is a verseny előtt és a következő verseny előtt is, és mondtad, hogy tehát az csoda, hogyha ott a Tomi előtt tudsz végezni, hiszen a hátsó pályarészen mondtad, hogy a Tomi autója sokkal jobb, és ez a második futam igazán Dibóba is igazolódott, hogy ott legyőzhetetlennek tűnt a Tomi. Igen. Kivéve azt a lángot mondjuk, ami úgy látszott, hogy megállítja. Igen. Szerencsés, nagy láng volt, de szerencsés volt, hogy nem sérültek olyan részei a kocsijának, amit nem tudtak kijavítani. Hát tudtam, az a hátsó múlva az annyira, tehát konkrétan a koptó-kopping megy a Mitsubishi gátlója, és hogyha végig tudnám gyorsabban tolni, de akkor tudja, hogy szétesne.
Nagyon nem tudok pozitívan nyilatkozni az évad záró futamról. Szerintem onnan nem sokan jöttek el boldogan. Ezért egy ilyen szezonnak nem ilyen zárást várt volna az ember. Hát ez csalódás volt, hogy nem döntővel zárult. Volt már olyan verseny, igen, Melkbe is, hogy az időjárás miatt, az indulók száma miatt nem volt idő mindenre, de akkor két futam után csinálták a döntőt, hát itt is az kell, tehát nem tudom, lehet, hogy azóta váltottak a szabályok, aztán valami szabálymódosítás volt, hogy nem lehet két futam után döntőt, de az lett volna az észszerű. Meg hát egy idő alapján eldől egy rallycross, az olyan, tehát csak edzettünk volna tulajdonképpen, tehát nem is mentünk egymásra. De végül is mentem mindenki ellen, igen, de mégsem az, mikor a döntőben, mikor a hat kör, és akkor tényleg ott dől el, hogy ki bírja jobban Cérnával. Hát meg bárki, aki évek óta benne van a rallycrossban, most ki tudta, hogy mi lett a végem, hogy kiszálltatok az autóból. Hát ez fura volt egy kicsit, igen. Így is csak harmadik lettem, mert az egyik futamot eltettem. És azért az kellemetlen, amikor végig egy ilyen nap. Hát akkor lett volna főleg kellemetlen, és mondjuk csak két pont különbség van, és abban vesztem, hogy nincs döntő. Mert lehetett volna egy ilyen szituáció, hogy kevés az, hogy harmadik vagyok, hanem másodiknak kellett volna lennem. Viszont elmondhatjuk, hogy a diátodon azért ezzel kárpótolva lettünk ennek ellenében. Hiszen egy nagyon jó minőségű diátodon. Igen, az nagyon. Ügyével ez tényleg meghatalmas volt, mert tényleg a díjak, meg az egész lebonyolítás az nagyon jó volt. Mi lehet ezzel a 2014-es szezonnal? Ugye nagyjából már látjuk, hogy milyen futamok lesznek. Annyi különbséggel, hogy bejön egy kakucs helyett egy nagy dobos, illetve számomra is kérdőjeles, hogy a Grengbach helyett ismét Fuglau. Itt annyit talán lehet jó, hogy most nyáron még sose voltunk Fuglauban, lehet, hogy akkor szép zöld minden, meg jó a hangulat, meg nem fagyunk meg éjjel, meg talán lesz víz is, meg világítás, tehát még nyáron ez nem annyira fontos. Nagy dobosnak örülök, hát én ott 10 éve voltam utoljára, még ott nem sok jó emlékem volt, hogy kizártak, meg ötkört mentünk egy futamban, nem négyet, és avazol. Én szeretek nagyon új pályákon, aki főleg oda még mindennyi, és mindenkinek új. Nekem az beszokott jönni, de már most is bejön, tehát a lelek hamar rá találok az új pályáknak a vonalára, de már idén is sikerül. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Szervusztok! Szervusz! Szervusz! Örömmel köszöntlek titeket a műsoromban. Beszéljünk egy kicsit 2013-as rallycross szezonatokról. Kezdjük akkor a két versenyzőra. Kezdem először a fiatalabbik versenyzőra. A junior kategóriában teljesítetted a 2013-as szezont. Hogy értékeled, milyenek voltak a futamaid? Jól értékelem, és jók voltak a futamaim is szerintem. Elégedett vagy a pozíciókkal? Igen. Újházi Tomi elég komoly ellenfeled volt az idejében. Többször volt rá lehetőséged, és hajszálon múlt, hogy nem sikerült a győzelem. Miben látod ezeket a hibákat? Rutintalanság, vagy még azért? Hát a végén izgultam, és elhibáztam. Melletted ül a mentorodnak is vehető Bánkuti Gábor úr. Mit gondolsz a srác teljesítményéről az idei évre? Hát én úgy gondolom, hogy folyamatosan előrébb lépett Dominik, nagy csatákat vívott, és voltak ugyan olyan versenyek, vagy futamok, ami tisztán azon múlt, és azon úszott el, hogy ideges volt, és emiatt hibázott, de azért nagy átlagban én úgy gondolom, hogy nagyon jó versenyeket vívott, ez meglátszódott az eredményen. 2006-os mezőnyt az idejében, hazai szemszögből nézve minden futamon, ahol elindultál Super 1006-ban, mindenhol legjobb magyarként végeztél ezt. Ez milyen érzés most így, következő bajnokság elején? Hát ez egy jó érzés volt, azért
hozzátartozik a technika ehhez. Volt már egy pár ilyen szép évünk, de ez nem mostanában volt. És a szép évek után egy pár év jött, ami elég kacifántos és nehéz volt. Rengeteg technikai hibával küzdöttünk, motor problémákkal, legfőképpen volt váltó problémánk is, féltengely problémánk, de sorolhatnám, hogy mi. Hát ez a múlt év, a 2013-as, ez egy igazán szenzációs év volt, ahol elindultunk, nyertünk, az autó tökéletes volt, én is majdnem tökéletes voltam, természetesen nem mindig, de volt, hogy ez még mindig belefért ahhoz, hogy győzelmet elhozzam, úgyhogy most sokan nem szeretnek, és 2014-ben úgy látom, hogy nagyon sokan fejlesztenek, ami jó, és le akarnak győzni. Két évet mentél Suzukival a Junior Kupában, és most már egy új autóval fogsz idén nekiállni a csatának. Igen. Hát eddig úgy látszik, hogy az autókroszban, de a Magyar Kupában is fogunk indulni. Milyen autóval? Peugeot 206-osan. Milyen kategóriában, Magyar Kupában? 1-6 akkor ezek szerint? Igen. Meg az autókroszban is. Ott hagyod a Junior Kupát két év után, nem fáj egy kicsit a szíved érte? Nem. Nem, mert egy komolyabb autóba fog ülni, hadd segítsek. Építettünk egy autót, ami év végére elkészült, egy 206-os, ugyan még egy 9-es motorral, és most ezzel edzett, de készül bele egy 1.6-os, ugye, mert abban a kategóriában mehet, és hát ahhoz, hogy a fejlődést azt maximálisan ki tudjuk használni, így ezért autokroszba is, rajthozál és rallycrossba is, tehát anno 10-akárhány évvel ezelőtt mi pont ugyanígy csináltuk, mi is minél több versenyen mentünk, ez a lényeg, minél több versenykilométer legyen benne, úgyhogy ahogy lehet, minél több versenyen elindul Dominik, és hát reméljük, hogy győzni is fog, igazán van? Igen. Ha összeszedi magát, akkor nagyon jó, ha meg nem akarja, akkor meg majd instruáljuk. Gáborral való együttműködés már nagyon hosszú időre nyúlik vissza, régóta szponzoráljuk a versenyzésben. A Peugeot egy nagyon nagy megújulásban van éppen. Gyakorlatilag a modellpaletta az teljes mértékben megújult. A 2013-as, 2014-es évben, úgyhogy egy nagyon friss modell palettával indultunk. De most az autót, a 206-ost fejlesszük, hogy az évet úgy tudjuk elkezdeni, hogy kellő erővel tudjuk visszaverni a társak csatáit, vagy támadásait, de terve van véve két autó, vagy egy 208-as, vagy egy DS3-as építése. Valamelyik a kettő közül még nem döntöttünk el, és ugyanez a kategóriában, tehát Super 1006-ként fog szerepelni. Szeretnénk minél előbb mi is váltani, de én úgy gondolom, hogy ezt az évet, a 2014-et, azt még a 206-ossal be kéne fejezni, és kellőképpen így akkor lesz időnk az új autó megépítésére, és a 2015-ös évre gondolnám én, hogy az új autóval tudnánk rajtozálni. Így van, hát már az év végén látszott, hogy a többiek beleerősítettek. Ha csak időeredményeket nézek, akkor tudok két autót is mondani, ami jobb időket futott az enyémnél, vagyis nálam, de hát a végeredmény az mindig a felé tendált, hogy csak én nyertem meg a versenyt. Úgyhogy egy versenyzés azért sok mindenből áll össze, nem abból, hogy kinek erősebb az autója, vagy százszázalékosan kinek jobb. Azért sok, főleg egy rallycross, azért ezt tudjuk, hogy több dologból tevődik össze. Mentek jobb időket nálam, tehát tudtam, hogy vannak az én autómnál gyorsabb autók az utolsó két versenyen. Felvettem velük a harcot, sikerült azért ott maradni és megnyerni a versenyeket és a bajnoki címet, a 9-et behúzni, de pontosan ezért álltunk neki az autónak és fejlesztettünk. Mindig kell fejleszteni egyébként, mert a technikai sport az ilyen, hogy fejlődik és haladni kell, és ezért mi is egy kicsit az autóba belenyúltunk, talán nem is annyira kicsit, hogy gyorsabb legyen, mert láttuk, hogy azért jövőre ez így nem biztos, hogy ott tudok maradni az elejébe, és közben hallottam, hogy mások is építenek autót, sőt, mint tudjuk, vásároltak is autót Európa-bajnokságból, olyan autókat, amik
jóval jobbak, mint az enyémek, úgyhogy készülünk, és hát én úgy gondolom, hogy az első verseny fog eldőlni, hogy az erőviszonyok, és hát majd meglátjuk, hogy mi sikerül, és ami nem megy az autónak, azt majd meg kell oldani valahogy rutinból, felkészültségből, odafigyelésből, kockáztatásból és még számtalan olyan dologból, amiből össze lehet rakni egy hétvégét, egy verseny hétvégét. Dominik, mivel lennél elégedett a 2014-es szezonban? Tapasztalatszerzés, minden több versenyen célba érni, vagy ez a dobogós helyezéseket vársz? Hát a tapasztalatszerzéssel az jobb lenne, mert hát azzal jobban is mennék minden évben. A dobogó is azért jó lesz. Há, igen, az is. Reméljük, hogy azért lesznek dobogós eredmények, én biztos vagyok benne. A Dominik is ezt szeretné, csak még szerénykedik. Ha jó lesz az autó, én biztos vagyok benne, hogy dobogós eredmények is lesznek. Dominik, melyik versenyedet emelnéd ki a 2013-as szezonból? Melyiket élvezted a legjobban? Hát a Grand Bucket, meg a nyirádi futamot élveztem a legjobban. A nyirádit azért, mert ott szeretek csúszkálni a Grand Bucket azért, mert jó gyors pálya. Két legnehezebb pálya egyébként, ugye a nyirádi meg a Grand Bucket. Pontosan azért, az nagyon technikás a nyirád, a Grand Bucket az meg nagyon gyors. Én még nem hallottam, hogy ez volt a legjobb a Grand Bucket, de akkor ezek szerint a sebesség miatt az egy jó pálya. Hát mi nagyon örülünk neki. Én személy szerint is nagy érdeklődéssel fogom figyelni a szezont. Most, hogy már itt megismerkedtünk egymással, és több idő volt még így a felvétel előtt is beszélgetni, úgyhogy különösen kíváncsi leszek rá, hogy milyen eredmények lesznek az évben. Természetesen mi abszolút mögé állunk, és remélem, hogy sikeres lesz az idei év rally, cross vagy bármelyik bajnokságban, ahol elindul Dominik. Későn fog hangzani a kérdés. Junior, elnézést, hogy kimondom a kort, a 37 éves korával, mint aggasztján, 9-szeres magyar bajnok, és egy 11 éves fiatalember, aki már a harmadik szezonját fogja kezdeni a bajnokságba. Azért ez így furcsán hangzik, nem? Igen, mindenképpen. Tehát lassan oda jutunk majd ezek szerint, mint a ritmikus sportgimnasztikában, hogy 14 évesen már idősek a versenyzők, úgyhogy remélem, hogy nem így lesz ebben azért teljes mértékben. Ugye nyilván azért ez egy technikai sport marad, de nagyon érdekes így részben kívülállóként is ezt figyelni, hogy milyen fiatal mezőny van, és 2009-ről beszélgetünk egy 11 éves fiatal ember előtt, aki mint ugye kiderült, hamarabb tudott autót vezetni, mint olvasni, úgyhogy ez egy rendkívül érdekes állapot. Az idejében megszületett a leendő 10 évesen autóba ültetendő trónörökös. Meg igen, megszületett a kis Bendegúz, úgyhogy nevelgetjük, szép napokat élünk el. Köszönöm szépen a beszélgetést mindannyiatoknak, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt hajtattuk végre ezt a forgatást. Nektek sok szerencsét kívánok, bár nem biztos, hogy illendő egy szezon elején, de azt mondom, sok kilométert kívánok, minél többet tudjatok megtenni, és eredményes. Köszönjük szépen. Kívánok. Köszönöm szépen. És a rallycross története során, a magyar rallycross története során ő az egyetlen, aki 9-szeres magyar rallycross bajnoknak hallhatja magát. Tehát az év rallycross versenyzője 2013-ban Bánkuti Junior Gábor. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.